Sziasztok, Bálint Gergő vagyok, a Kriptománs csapat tagja. Csodaszép napot, kellemes hétvégét neked, hogyha még hétvégén nézed ezt a videót. Elhozzuk neked minden nap, ahogy ma is, a legfontosabb, legfrissebb híreket a kriptovilágról, még akkor is ellentmondásosak néha, mint például, ahogy a mai nap is lesz, vagyis hát ezt fogjátok majd látni. Nagyon fontos, hogy mielőtt belekezdünk, bármi, amit itt hallotok, nem minősül sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak, kizárólag arra szolgál, hogy elmondjuk, hogy mi történik a kriptovilágban, esetleg véleményezzük, de ez nagyon fontos, ez a mi véleményünk, ez nem a te igazságod, ez a mi véleményünk, csak nem kell neked ezzel egyetérteni, tedd meg mindig a saját kutatásodat, és hozzál olyan pénzügyi döntést a saját anyagi helyzetedet figyelembe véve, hogy jól tudjál aludni. Indítom a képernyő megosztást, és már mehetünk is. Azt mondja, hogy kezdjük a félelem és kapzsiság indexünkkel. Hát majdnem, mint hogyha tegnap ugyanitt ültem volna. 13-on nem mozdult, ezt valamiért ide szögezték. Valószínű, hogy ilyen túl nagy mozgás nem is várható. Ahogy majd a csártokon megmutatom, nem volt jelentős mozgás a mai nap folyamán, és hát ugye a szombati nap folyamán a kriptopiacon, legalábbis árba nem néhány százalék föl le. Gyakorlatilag ugye látjuk azt, hogy tegnap is ugyanezen a szinten voltunk. A múlt hét az még ennél is extrémebben zajlott, ugye akkor történt ez a Luna crash, ha mondhatjuk így, és tudjuk, hogy ilyen dolgoktól kifejezetten, de amikor a piac ennyire pánikol, ennyire lent van, akkor az árak is lent vannak. Tehát, hogyha te most új vagy, most nézel akár először ilyen videót, és ezt látod, az azt jelenti, hogy ez jó bevásárlási pont. Láthatod, Bitcoin olyan árakon van, hogy nagyon régen nem volt ennyire alul értékelt. Ilyenkor ugye a befektetők nem mernek plusz pénzeket beletenni a piacba, pláne nem a kis befektetők, elfordulnak a piactól, és nagyon olcsón megválnak az eszközeiktől, amiket hát megvásároltak itt a fellendülésbe 60 ezeren, azt most szegények eladják 30-on, mert azt hiszik, hogy menni fog még lejjebb, és ez a félelem ez olyan erős bennük, hogy inkább eladják. Warren Buffett viszont valószínű pont ezért mondja mindig azt, hogy legyél kapzsi akkor, amikor más fél, és vásárolj olyankor, és félj akkor, amikor más kapzsi, tehát realizálj profitot, és adj el itt. Ennek nagyon nagy jelentősége van egyébként, hogy realizálj profitot. Ne hidd el soha azt, hogy valami, ha elindul egyszer fölfele, soha nem fog megállni. Ha itt vagy már egy ideje a kriptóba, akkor ezt pontosan láthatod, hogy meg is fogjuk nézni a szivárványos csártot, mert úgy gondolom, hogy az is egy érdekes dolog a mai nap folyamán. Nem így működik, tehát nincsen, hogy valami elindul egy dollárról, és 200 ezerig meg se áll. El fog érni a 200 ezeret, az 500 ezeret, lehet az 1 milliót is, de nem így, hanem hullámokban. És hát most egy igen komoly hullámban, úgynevezett medve piacban vagyunk. Nézzük a buborékos csártunkat, ez már egy kicsit szebb, mint tegnap volt. Látjuk, hogy a legtöbb altcoin azért egy picit feljebb-feljebb tornázta magát. Gyakorlatilag, ahogy látjátok, Bitcoin, Ethereum, tehát a két főbb, úgymond vezérhajó nem nagyon mozdult, a többiek azért néhány százalékot megpróbáltak magukra szedni, ez a néhány, ez azért inkább ilyen 1 valamennyi. Általában van, akinek nem sikerült, van, aki esett egy kicsit, ahogy mondtam, túl sok mozgás nem volt. Nézzük is az első hírt, hírháború van itt gyakorlatilag, ezen fogjátok látni. Az első hír az arról szól, hogy a Bitcoin nagyon-nagyon billeg, hogy most megvan-e az alja ennek a medvepiacnak, vagy megyünk még lejjebb, és hát ugye makro elemzések szerint egy rossz hír, ami ebben a cikkben van, hogy az S&P 500, az gyakorlatilag hát olyan jeleket mutat, ami abszolút medvepiacra utal, tehát olyan szintű esés van ott is, 20%-os esés van, és hát ugye mostanában bizonyos elemzők úgy látják, hogy amikor az S&P 500 esik, akkor a Bitcoin is fog, tehát hogy a Bitcoin ezt leköveti. Régen a Nasdaq-kal hozták ugye egybe, mert ugye az árupiaci tőzs, de a Bitcoint nem fizetőeszköznek, hanem árupiaci eszköznek tekintették, vagy tekintik még ma is.
ez alapján ez egy tényleg olyan makro tényező, ami hogyha így van, és hogyha most is megy a kriptó az S&P 500 után, az elképzelhető, hogy hozhat még egy komolyabb lefele mozgást. És hát ugye itt beszél arról, hogy Clancy írta ezt. Azt hiszem, igen. Valahol olvastam, hogy ki. Most mindegy, teljesen lényegtelen, de azt hiszem Clancy. Hogy gyakorlatilag, hogyha úgymond csak a kriptópiacot néznénk, akkor a 25-27.500 lehetne az alja, de ezek a makrofaktorok, mint például az S&P 500-nak ez a zuhanása, ezt tovább húzhatja lefele erre a 22-24 ezres szintre, és hogyha valamiért jön ez a Black Swan, ez a fekete hattyú effektus, akkor a 15 ezres, 15-20 ezres szinteken sem kellene meglepődni. Hát azt gondolom, hogy azért ez eléggé erős lenne, viszont hát benne lehet a pakliba. Jó hír amúgy, és ugye ezért nem lehet azt mondani, hogy csak egy dolgot kell figyelembe venni, mert a Dixi az viszont konszolidál, tehát ugye történelmi csúcsokon volt, onnan elindult visszafele, és most gyakorlatilag konszolidálni látszik, tehát nem megy túl nagyon se föl, se le. Úgyhogy ez az egyik hír, ami azt mondja, hogy még megy lejjebb a Bitcoin ára, vagy hát mehet lejjebb a Bitcoin ára. Akkor tegyünk egy kis kitérőt, egy kis dél-amerikai barátainkhoz El Salvadorba, ugye ott tart ez a konferencia, 44 országból gyűltek össze ezek zömmel, azért fejlődő országok, ezt el kell, hogy mondjuk, ünnepelni a Bitcoint, és megtudni Nayib Bukele-től, hogy hogyan lehet egy országnak hivatalos fizetőeszközévé tenni a Bitcoint, miért jó ez, erről szól most ott ez a nagy konferencia, ezen a Bitcoin Beach-en, úgymond, amit ők erre kineveztek, itt nagy bulik folynak, egyszerre üvöltik a tenger felé, hogy éljen a Bitcoin. Ők nagyon-nagyon pozitívak benne. Egyébként a személyes véleményem az, hogy megértem, tehát lényegesen még ilyen volatilitás mellett is úgy gondolom, hogy sokkal jobb alternatíva a Bitcoin, mint egy IMF hitel. Láttunk ugye akár kis hazánkba, Európába és több országba olyan országokat, amiket behitelezett az IMF, hogy hát az biztos, hogy nem jó. A Bitcoinnál legalább van esély arra, hogy jó legyen, legalábbis a lakosok számára nézve. Úgyhogy úgy gondolom, ez mindenképpen egy lélekülítő cikk. Na és akkor menjünk tovább itt a szkenárióknak a jósolgatásába. Rekt Capital elemzése szerint ő azt mondja, hogy megvan az alja, vagy nagyon-nagyon közel van az alja, és ő az RSI-nek nézi egy olyan szintjét, amit 2015 és 18-ba ért csak el a Bitcoin, még a 2020-as koronadumpban sem érte ezt el, és az RSI most annyira lent van. És ő ez alapján, ugye, hogyha ezt a két pontot összekötjük, akkor ez nem egy egyenes lesz, hanem ugye ez egy emelkedő tendencia, de most már elértük a koronadump mélypontot, ugye az RSI, a relatív erősségi index ebbe a keresletkínálat, ármozgás, tehát ez sok mindent tartalmaz. A lényeg az, hogy azért is van ez a 30-70-es szint így berajzolva, most csak nagyon egyszerűen mondom, ha esetleg nem tudnám, ha egy eszköz RSI-je 30 környékén van, akkor túladottnak minősül, tehát várhatóan innen felpattanás jön, és akkor az ár is megy vele. Ha 70 környékén, vagy a fölött van, akkor meg túlvettnek minősül, tehát ott meg egy árkorrekció jöhet. Erről szól az RSI. Itt a személyes véleményem az, hogy most ezt a két legmélyebb pontot összekötjük. Miért nem ezzel kezdtük? Miért nem a 12-essel, és akkor már nem férne bele ugye a 18-as, de nyilván valószínűleg a Rekt Capital egy kicsit jobban ért az elemzéshez, mint én. Úgyhogy, ahogy mondtam az elején, Isten igazából mi ezt csak átadni szeretnénk nektek ezeket az információkat. Tehát a Rekt Capital azt mondja, hogy nagyon-nagyon közel van a
az alja a bitcoinnak, és innen már fölfele fogunk menni. Na és akkor, hogy legyen még egy alternatíva, itt készülj fel, ez megint nem jó hír lesz, itt gyakorlatilag a CryptoQuant-nak ez a Ki Jong-yu, bocsánat, ha rosszul ejtem a nevét, ő azt mondja, hogy ő 14 ezres bitcoin árat vár, nem feltétlenül pontosan fejti ki ilyen szempontból azt, hogy miért, legalábbis itt, amire van írva, azt szerintem nem feltétlenül ok-okozati összefüggés, de alapvetően ő azt mondja, hogy bőven megérinthetjük még ezt, és ő leginkább azzal okolja, hogy nincsenek itt még a kisbefektetők, és nem az, hogy még, hanem ugye most ők elmentek. Tehát, ahogy mondtam a legelején, bejött a kisbefektető, mert hallotta, hogy jól megy a bitcoin, bevásárolt 50-60 ezernél, lement a felére, eladta, szar az egész, és nem jön vissza a piacra, ami nem lesz megint 50-60 ezer a bitcoin, tehát nem feltétlenül egy okos gondolkodás, ugye, de ezek tények, tehát most ezeket nem én mondom, ezeket on-chain alapok alap, vagy on-chain adatok alapján meg tudja nézni bárki, aki ért a blokklánc elemzéshez, hogy a retail, úgymond, tehát a kis befektetői rész eladta most már az eszközeinek nagyon nagy részét, mert annyira félelemben van, hogy itt úristen mi lesz. Itt Isten igazából arról beszél, hogy úgymond ezek a generációk, akik bejöttek a bitcoinba, talán ki tudom nagyítani, ez a Twitterre visz, lehet, hogy itt így akkor igen, tehát ugye ez az átlagár, hogy hol vásároltak. Tehát akik a leghamarabb jöttek, ők 1,3 dolláros átlagárral tudtak bitcoint vásárolni, egyértelműen profitban vannak, kár róla beszélni. Igaz ez a második, harmadik generációra, na és a negyedik generáció, hát ők elég komoly mínuszban vannak gyakorlatilag, és hát ez a kisbefektetőknek a problémája. Én ezért nem értem, hogy ez feltétlenül miért függ össze azzal, hogy 14 ezer lesz vagy nem lesz a bitcoin ár, de fogadjuk el. Beszélik még egy kicsit az Ethereumról is, elmondja, hogy ugye egy nagyon fantasztikus, ugye ez a smart contract platform, hogy ez a háttere gyakorlatilag három nagy húzó ágazatának és a kriptónak, ugye ez a DeFi, az NFT, DAO-k is, és a GameFi, tehát a blockchain játékok, és hát játszani, aki ezt játsza, aki ezt használja, ő játszik akkor is, hogyha a bitcoin 12 ezer, meg akkor is, hogyha a bitcoin 59 ezer, tehát őnek ez a teljesen mindegy, és ezzel ő Ethereumot használ, és ezért is mondja, hogy hiába esett le a csúcshoz képest 56%-kal, attól függetlenül folyamatosan nő az Ethereum felhasználóknak a száma, és ez amúgy ez miatt van, tehát főleg a játékok, az NFT-k meg a DeFi miatt van, de a lényeg, hogy a CryptoQuant elemzője szintén egy medvés jóslattal állt elő. Na nézzük, akkor ígértem nektek ugye ezt a szivárványos chartot. Ez a szivárványos chart, ugye ez azért nagyon fontos, vagy én nagyon szeretem használni. Látszanak rajta ugye a felezési ciklusok, tehát most vagyunk a felezési ciklus felénél, tehát a ciklus fele lement, és hogyha megnézzük, akkor általában, amikor a felezési cikluson túl vagyunk, akkor mindig van egy mélypont. Itt is volt, tehát látod mondjuk, hogy most ezt csak szemre mondom, nyilván mondjuk kb. Valahol itt van a fele, onnan lefele jöttünk. Itt is itt volt a fele, lefele jöttünk. Hát most, hogyha ez most is így van, hogy megvolt a fele, és még jövünk lefele, akkor valóban nem kizárt azok a 20 ezres előrejelzések, vagy akár rosszabb esetben a 17 ezres előrejelzések, hogyha ez így van. Viszont van több elemző, aki meg azt mondja, hogy nem tudunk itt ugyanolyan ciklusokról beszélni, mert hogy egyik ciklus sem ugyanolyan, ez meg pláne nem ugyanolyan lesz, mert ez egy szuper ciklus lesz, és hogyha megnézzük, hogy mindegyik ciklusba eddig a bitcoin azért itt ugye ki is lőtt belőle
de mondjuk úgy, hogy mindenhol volt a vörös zónába, és most még nem voltunk a vörös zónába. És hát itt látjuk, hogy ezt minél később érjük el a vörös zónát, ez annál magasabb bitcoin árat fog előrevetíteni. Az én személyes véleményem, hogy én annyira nem aggódok, hogyha trader vagy, tudsz profin trédelni, akkor neked is teljesen mindegy, akkor maximum az ilyen oldalazó napok őrítenek meg kicsit, de ilyenkor nem kell megőrülni, nem kell kereskedni. Tehát ez ennyire egyszerű. Nem látod az irányt, ne kereskedj. Hogyha meg most jössz a kriptóba, dollár átlagáros vásárlást alkalmazva, veszel most is, veszel akkor is, hogyha lemegy 21 ezerre, meg akkor is, ha veszel, hogyha lemegy 17 ezerre, és pont. És nem azzal foglalkozol, hogy úgy vettem 17 ezerért, holnap meg 16.100, akkor most mi lesz velem? Semmi. Nem foglalkozol vele, mert nem azért vetted, mert holnap kell. Mert ugye kriptóban nem a konyhapénzt tesszük, ugye ez is egy olyan szabály. Jó, nézzünk csártokat. Kezdjük ugye a Bitcoinnal, ahogy mondtam, hát látjuk, hogy ezt az oldalazást, látjuk azt, hogy most napi csárton vagyunk, tehát maga ez a gyertya is, hát egy eléggé kis picike gyertya, szóval ez az egész napi táv, amit ő bejárt, 2%-on belül mozgott így a nap folyamán. És hát látjátok, oldalazás van, tehát egy ilyen csatornában mozog. Itt még én optimistán azt gondoltam, bár mondjuk ez egy nagyon nyomi bear flag lenne, és ugye hát ez invalidálódott, szóval ez a vonal, ez ide teljesen fölösleges, ez nem kell, mert ez nem így működ, nem jött be, és hát nem volt minek bejönnie, mondjuk úgy. Ha a heti gyertyát nézzük, hát most így ugye ezek alapján, a dolgok alapján most is kis esélyt látok arra, hogy zöld gyertyát tudjunk zárni, tehát hatalmas felfele menetel kéne hozzá, tehát ugye most tartunk itt, és 8%, igen, tehát ilyen 8%-ot kéne, hogy emelkedjen az ára ahhoz, hogy zöld legyen a gyertya. És hát ugye látjuk, erről is beszéltem tegnap, hogy ez már az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. gyertya lesz, ami piros. Heti szinten nem hangzik túl jól. Alacsonyabb idősíkokon ugye ezért mondom, hogy kereskedni lehet, tehát ezeket le lehet kereskedni, ezeket nehezebb, tehát például amiket ma csinált, most ezt is le lehet, nem azt mondom, hogy nem lehet, de ezeket lényegesen nehezebb lekereskedni. Megnézzük az Ethereum csártyát, hát az se néz ki sokkal szebben, annyi, hogy én az Ethereumra behúztam, egyébként nem tudom, tegnap előtt, nem tudom, valamelyik nap, behúztam egy trendvonalat, ez talán azért 4 óráson néz ki jobban, ez a trendvonal, hogy itt már lehet azt mondani, hogy kialakul egy újabb lefele vezető trendvonal, és hát hogyha ezt most nézzük, most is próbálja itt áttörni, próbálta áttörni, ki is szúrt talán egy kicsit belőle az előző gyertya is, de visszajött. Tehát látjuk, hogy nagyon-nagyon közel vannak az exponenciális mozgó átlagok, de nem sikerült áttörni még rajtuk. Jó, mielőtt folytatnánk, elnézését kérem a kérdezőknek, tegnap előtti videó alatt kérdeztetek páran, azok közül egy-kettőre most igyekszek válaszolni, előtte még két fontos dolog. Az egyik, hogyha nagyon új volt most neked minden, amit hallottál tőlem, és még a nyelvezetét se érted, akkor feltétlenül gyere, iratkozz fel hozzánk egy gratis webináriumra, itt e-mail cím név megadásával értesítést kapsz arról, hogy mikor tartunk gratis webinárt. Itt egy kicsit bevezetünk a kriptóba, elmondjuk azt, hogy honnan indult, hova tart, mi a lényege, hogy tudj hozni egy olyan döntést, hogy ez téged érdekel, vagy sem. Hogyha meg már benne vagy a kriptóba, és érdekel jobban az, hogy mi hogy csináljuk, hogyan kereskedünk, hogyan használjuk a különböző DeFi, NFT dolgokat, akkor gyere a CryptoMinds Patreon oldalára, itt válasszál egy olyan csomagot, ami neked megfelelő, gyakorlatilag amiben már érdemi információkat kapsz, az a felfedező és a pro, a proba többet, és a proba kapsz különböző kedvezményeket is a partnereinknél, hogyha téged ezek a dolgok érdekelnek, tehát hogyha te szeretnél nagyon profi elemzővé válni, akkor a Global Crypto Trend a te
partnered, és ott is kapsz egy komoly kedvezményt. Hogyha téged érdekelnek a különböző shitcoinoknak az azonnali lekereskedések, úgymond ezek a szignálok, akkor az Evaverse partnerünknél tudsz kapni kedvezményt. Illetve, hogyha te úgy döntesz, hogy annyira alacsonynak látod most az árfekvést, hogy muszáj bejönnöd a kriptóba, és ezt egy nagyon komoly pénzzel szeretnéd megtenni, akkor van lehetőség egy úgynevezett elit tagságra, ahova még van helyünk, mert ugye csak 13 emberrel tudunk maximum dolgozni, még van hely. Hogyha ez érdekel, akkor itt már arról tudunk beszélni, hogy személyes egy per egy coachingba tudunk neked segíteni. Jó. Na és akkor térjünk vissza a csártokra. Kérdeztétek, most ugye teljesség igénye nélkül mondjuk Gála Kadena. Itt a Gála. Nézzük napi szinten, kikapcsolom a mozgó átlagokat, kikapcsolom. Oké. Okay. Hát ugye gyakorlatilag egyértelműen lefele menő trendünk van, már egész jó ideje, sőt, hogyha most ezt így nézem, mondjuk talán így a legpontosabb a trendvonal, akkor kifejezetten el is távolodtunk a trendvonaltól, ami hát nem jelent jót. Tehát ez így technikailag semmiképpen nem néz ki jól napi szinten. Viszont, hogyha ugye ami nagyon-nagyon fontos árelemzésnél a horizontális szintek, ha megnézed, lementünk nagyon komoly mélységekig, viszont visszapattantunk, és most ott vagyunk azokon a szinteken, ami a kibocsátás után is megtartotta az árát. Tehát gyakorlatilag ez az a szint, ahol most vagyunk, ez a 0,08-as szinteknek az alja. Ez lehet, hogy egy elég kemény támasz tud lenni. Én azt gondolom, hogy felhalmozási célra óvatosan, de érdemes lehet vásárolni. A Gáláról tudjuk, hogy nagyon komoly projekt, nagyon komoly masternode szolgáltatásai vannak, nagyon komoly játékplatform a Gála Games, az egyik legkomolyabban fejlődő blockchain játékplatform. Most jön a Gála Music, ott megint nódokat hoznak, Snoop Dogg a partnerük, tehát egy nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Én személy szerint hiszek a projektbe, és bízok benne, hogy tehát nem az, hogy magára fog találni és visszajön ide, hanem én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly magasságokba fog tudni még a Gála elindulni, mert nagyon jó a csapat, aki fejleszt mögötte. Kérdeztétek még a Kadenát, hát nagy kedvencem volt egy darabig. Ugye a Kadena, hát én annó így bevásároltam, úgymond, hogy hú, hát ez nagyon jó lesz ez a projekt. Egy eléggé magas áron, tehát ezt most muszáj vagyok tartani, hogyha nem akarok veszteséget realizálni. Kereskedni nagyon jól lehet a Kadenát egyébként, látjátok, hogy nagyon durván jó mozgásokat tud megcsinálni. Itt most én néztem egy kicsit lejjebb, viszem mondjuk egy 4 órás csárton, egy ilyen beszűkülő ég alakzatot figyeltem meg. Hát ezt gyakorlatilag törte, visszatesztelt. Lehet egyébként, hogy kb. Pont most lehetne egy jót sortolni rajta, de késő van. Na mindegy. Szóval a Kadena projekt szinten szintén egy nagyon jó projektnek tartom. Ugye Ethereum versenytárs, szerintem bőven több van benne, mint ahol most van. Tehát azért látjátok, hogy 26 dollár is volt azért a Kadena. A kibocsátási árszintjét még mindig, vagy hát úgymond a kibocsátás utáni árszintet még mindig nem érte el. Itt látjátok, hogy ezt megint lehet egy nagyon erős horizontális szintnek nézni, ezt az 1.5 és 1.8 közöttit, ez általában itt is látod, visszafordította azonnal. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy most jön lefele valamennyit az ára, de én nem lennék abba biztos, hogy ez az 1.4-1.5-ös szint el fog veszni, de ugye nagyon sok minden egyéb is hat rá. Tehát a Kadena egy nagyon jó projekt, én nagyon figyelem folyamatosan, hosszú távra
Én itt most ezt kifejezetten ezért a technikai dologért lehet, hogy várnék vele maximum egy-két napot, hogy ennél az 1-4-1-5-nél nem megy lejjebb. Ha nem megy lejjebb, akkor hosszú távra egyértelműen vásárolnék, ha megkereskedsz, akkor kereskedj le úgy, amilyen ábrázatokat te ebből tudsz látni. Kérdeztétek még Van Harmonit meg a Phantomot, és akkor mára elég is lesz szerintem. Ugye megnézem, ezek nekem el vannak szerintem mentve, itt van a Van Harmony. Hát ugye a Van Harmony csinált egy nagyon szép emelkedést, tehát 21, egy gyönyörű, tehát ez nem is parabolikus, ez egy ilyen rakéta forma, egy rakéta emelkedést itt mutatott, azt egy kicsit visszakonszolidálta bull flagbe, nem érte el, szemmel is látható, hogy nem érte el amúgy azt a célárat, de azért utána ment ugye még egy új csúcsot, és azóta meg töretlenül jön lefele, tehát szakad le. Ha így nézzük, akkor ő neki technikailag ez a szint, ez a horizontális szint, vagy inkább zóna, ez a 0,2 és mondjuk 0,3 közötti zóna. Ezt figyelném, hogy ezt esetleg elérje. Ha igen, akkor hosszú távra ott érdemes lehet. Mindemellett meg egyébként egy jó hálózatnak tartom ezt is. És hát ugye akkor lépjünk át a Phantomra, ami hát nálam kifejezetten buy zone a hosszú távú portfólióba. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó és stabil projektről van szó. Látjátok, hogy itt is mennyire működik a horizontális szint. Tehát, hogy ez, ahol komoly, látjátok, itt a volumenek is nagyon-nagyon komolyak voltak. Ez a zóna, tehát most itt megint azt mondom, hogy mondjuk ez a 0,32 és ez a 0,42 közötti zóna, ez egy nagyon erős támasz szint szerintem a Phantomnak. És hát ezt véletlenül alulértékelt. Tehát itt is láthatjátok az RSI-t, hogy ott vagyunk lent a béka segge alatt, 25-ön van az RSI, tehát nagyon-nagyon túladott a Phantom. Fundamentálisan meg abszolút hiszek benne, tehát nagyon komoly DeFi platformja van, jól működik, gyors, olcsó. Én azt gondolom, hogy a DeFi-ba szerintem jelenleg ma többet tud, mint a Binance, vagy az Avalanche, vagy akármelyik másik. Úgyhogy én a Phantomot mindenképpen jó projektnek tartom. Na, és akkor elértünk a mai videónk végére. Elfelejtettem mondani az elején, légy szíves, nyomd meg a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogyha még nem tetted, és tetszett a videó, és szeretnél minden nap értesülni ezekről a hírekről, amikről itt beszélünk. További gyönyörű hétvégét kívánok neked, fel a fejjel, nem kell csüggedni, teljesen mindegy, hogy merre megy a piac, hogyha ügyes vagy, okos vagy, akkor profitálni fogsz tudni belőle. Mindig csak figyelj oda. További szép napot kívánok, szia!